Az első és a második világháború katona áldozataira emlékeztek a budaörsi német-magyar katonatemetőben. A német nemzeti gyásznap alkalmából rendezett koszorúzáson jelen volt Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára is. Klaus Streicher, Németország-Magyarországi Nagykövetségének követ tanácsosa beszédében kiemelte, hogy a nemzeti gyásznap a háborúk áldozatairól való csendes megemlékezés ideje. Ugyanakkor a gyásznapon elgondolkozunk, hogy miként reagálunk a ma háborúira, a terrorra, az erőszakra. Elgondolkozhatunk arról, hogy mit tehetünk a szabadságért és a békéért, az igazságosságért, valamint az emberiességért. A kegyeleti ünnepségen számos német és magyar szervezet mellett a Honvédelmi Minisztérium képviseletében Szabó István honvédelmi államtitkár, a Magyar Honvédség nevében pedig dr. Lippai Péter dandártábornok, a Magyar Honvédség parancsnoksága kiképzési csoportfőnökségének csoportfőnök helyettese helyezte el a megemlékezés koszorúit.